Varga Mihály is részt vett egy beszélgetésen tusványosan a pénzügyminisztert a katáról, a rezsiről, a tanárok béremeléséről és a tűzijátékról kérdeztük. Egy ilyen gazdasági helyzetben mennyire bölcs döntés Európa legnagyobb tűzijátékát megrendezni? Állami ünnepről van szó, a legfontosabb állami ünnepünkről. Minden pénzt megér? Nem, minden pénzt azért nem fordítunk erre a célra, korlátos ez az összeg. Nyilván volt olyan elképzelés is, hogy akár még ennél többet is fordítsunk erre. A magyar közönyben ez megjelent, hozzáteszem, tehát nem titkolunk semmit. Magyarország egy büszke ország, büszke a nemzeti hagyományaira. Évente egyszer szerintem megengedhető az, hogy az állam erre a lehetőségei szerint költsön. Akkor mennyibe kerül egyébként? Utólagos elszámolás, ami egy forrás keretet biztosítunk. Én abba bízok, hogy ez a forrás keret bőségesen elegendő lesz a tűzijáték megrendezésére. És mennyi egyébként? És annál majd kevesebbe fog kerülni. De mennyi a keret? Hát, ha jól emlékszem, 350 millió forintról beszélünk. A felvétel után a pénzügyminisztérium sajtóosztálya jelezte a Telexnek, hogy a miniszter úr egy másik számra gondolt. E-mailben azt írták nekünk, hogy az augusztus 20-i tűzijáték rakétáinak beszerzési ára nettó 1,3 milliárd forint, azaz bruttó 1,65 milliárd forint, amely megegyezik a tavalyi tűzijáték árával. A rezsi csökkentésről is kérdezném, hogy most, hogy megjelentek a részletszabályok, ön kiszámolta már, hogy önnek mennyivel lesz magasabb a rezsie? Hát nekem erre még kevés időm volt, de a feleségem már valószínűleg kiszámolta. Most, hogy én átlag vagyok-e vagy nem, azt nehéz eldönteni. 137 négyzetméteren élek a 4 gyerekemmel, feleségemmel, tehát 6 fő él. Most valószínűleg tartom, hogy én is az átlag környékén vagyok valahol, de még nem számoltam ki, hogy alatta vagy fölötte. Hogyha meg tudnak állapodni az Európai Bizottsága és megkapja a kormány a helyreállítási alapnak a forrásait, akkor meg fogják emelni a tanárok fizetését? A magyar kormány tett egy határozott ígéretet a tanárok bérének a növelésére. Ez kétségkívül össze van kötve az Európai Uniós forrásokkal is, hiszen azt gondoltuk, hogy sokkal hamarabb érkeznek ide ezek a támogatások, és ennek részben majd fedezete lehet ezeknek a béremeléseknek, nem csak a tanárinak, az orvosinak is ez az Unióból érkező támogatás. Hát eddig erre sajnos nem került sor. Abban szerintem nézetazonosság van a kormányon belül is, hogy a béreket a következő években is emelni kell. Na, de hogyha megjön a pénz, akkor megemelik belőle, vagy sem? Hát nagyon bízom benne, hogy az utolsó fázisában vagyunk most már a tárgyalásoknak és az egyeztetéseknek, és ez a pénz meg fog érkezni. Na, de akkor megemelik a tanárok bérét, hogyha megérkezik ez a pénz? Természetesen, hogyha ez a pénz megérkezik, abban az esetben elsősorban azokra a programokra kell a szükséges összegeket biztosítani, amelyeket leadtunk ebben a helyreadási programban. Ugye most erről beszélünk, nem a 7 éves folyamatról. Én nagyon bízom benne, hogy biztosítani tudjuk a forrásokat. De ugye akkor abban a programban nincs benne a tanárok béremelése, amit leadtak? Abban a programban az orvosok béremelése van benne, de kétségkívül, hogyha megérkezik az uniós támogatás, az kikönnyít olyan hazai forrásokat, amelyekből a kormány mérlegelése után biztosítható ez a forrás. Egyetért azzal a kata szabályozásnak a módosításával, amit végül elfogadott a parlament? Annyira egyetértek, hogy ezzel még az ellenzék jelentős része is egyetértett. Azt senki nem vonta kétségbe, hogy a kata szabályozáshoz hozzá kellett nyúlni. Az elmúlt években azoknak a átlépő munkavállalóknak a száma, akik nem valamilyen vállalkozási formából, hanem munkavállalóként választották a katát, jelentősen megnőtt. Azzal számolunk, hogy a mostani 455 000 katás vállalkozónak több mint a 2/3 most már olyan szereplő, aki korábban valamilyen foglalkoztatási jogviszonyban, munkaviszonyban volt. Ezzel az ellenzék is egyetértett. Nyilván kérdéseket vethet föl, hogy ilyen gyorsan kellett ezt meglépni. A parlament a szükséges döntést meghozta. Szerintem hagytunk elő felkészülési időt arra, hogy szeptemberig mindenki eldöntse, hogy hogyan kívánja a vállalkozását működtetni. Én azt gondolom, hogy ez a helyzet ez is senkinek nem volt jó, visszaélések tömegét indította el, és nem hiszem, hogy az a emberek igazságérzetével ne találkozott volna, hogyha egy ápolónő, egy orvos vagy egy tanár tisztességesen megfizeti az adó terheit és járulék terheit a bérének, a jövedelmének, akkor ezt ne várhassuk el valamilyen szinten legalább egy vállalkozási formától. Ugye azért kérdeztem, hogy egyetértem, mert úgy tudjuk több forrásból, hogy a pénzügyminisztérium az készített egy javaslatot, hogy hogyan módosítsák a katát, és hogy abban azt szerepelt, hogy sávosan, de emelik az adónak a mértékét, ez igaz? Tekintettel arra, hogy lényegében április óta folyamatosan egyeztettünk a társadalmi partnerekkel, a vállalkozói érdekképviseletekkel több változat is volt az asztalon. Valóban volt olyan is, amelyik azt fogalmazta meg, hogy hogyan lehetne akár többféle sávos megoldásban is ezt az adót kialakítani. A kormány és a parlament meghozta ezt a döntést. Én fontosnak érzem azért azt, hogy amikor most valaki majd gondolkozik a kata választásán, azért azzal is kalkuláljon, hogy a kata egyébként milyen egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ellátásra teszi majd jogosultá. Tehát ez mondatta korábban velünk is és más partnerekkel azt, hogy lehet itt egy többféle sávos megoldást alkalmazni. A parlament a döntést meghozta. Ő melyiket támogatta, a sávosat, vagy azt, amit végül elfogadtak? Én a parlament és a kormány döntését támogattam. Na igen, de hogy ön melyiket terjesztette mondjuk a kormány elé? Nézze, amikor a család elmegy nyaralni, többféle opció van az asztalon, nyilván vitából születik egy döntés, aztán kiválasztanak egy helyet, elmennek oda nyaralni. Egy kormánydöntés is így születik meg. Ön a családjában minden döntéssel egyetért? Akkor ez azt jelenti, hogy ön nem feltétlenül ért egyet maximálisan azzal, amit végül elfogadtak? Nem, én egyetértek ezzel a döntéssel, tudom is támogatni, szerintem egy jó megoldás született. Nyilvánvaló most egy kényelmetlen időszak van nagyon sok ember számára, hiszen mérlegelnie kell a jövője szempontjából mi a legfontosabb. Kínáltunk választási lehetőséget, legalább 4-5 olyan adózási forma van, ahol a vállalkozási forma fenntartható, és azt is hozzá kell tennem, hogy például ECHO-ban vagy általányadóban is 24-60 millió forintos korlátok vannak, tehát még magasabbak is, mint a katás vállalkozásoknál. Horribile dictum, még azt is el tudom képzelni, hogy például lesz olyan általányadós vagy ECHO-s vállalkozó, aki kedvezőbben fog járni a mostani kata vállalkozási formához képest. És abban is bízok, hogy azok a burkolt színlelt jogviszonyok, amelyek kialakultak a munkavállalók átlépésével a katába, azok meg fognak szűnni. De azért nem a sávos megoldás lett végül a befutó, mert akkor adót kellett volna emelni, a kormány kommunikációjával az pedig ellentétes, hiszen a kormány ugye azt mondja magára, hogy ő az adó csökkentések kormánya, nem pedig az adó emeléseké. Volt ilyen szempont, amikor kialakították a végső megoldást? Nézze, a kormányzati munkában mindig beletartozik, hogy sokfajta szempontot mérlegelünk. De amikor döntést hozunk, akkor a döntést valósítjuk meg. Ez a döntés megszületett. Novák Katalin mikor aláírta a törvényt, akkor azt a megjegyzést fűzte hozzá, hogy szerencsésebb lett volna, hogyha egy ilyen súlyos döntésnél érdemi egyeztetés előzi meg, mielőtt elfogadják. Ön mit gondol erről? Hát nagyon sok olyan fórumon voltam, ahol érdemi egyeztetés volt, és nem csak én, hanem a kollégáim is. A pénzügyminisztérium ezt a munkát elvégezte. Még megyei szinten is találkoztunk kamarai kamarai vezetőkkel. Tehát én úgy érzem, hogy amit lehetett megtettünk, nyilván előbb-utóbb döntést kell hozni, mert az sem helyes megoldás, hogy vitatkozunk a végtelenségig, és egyébként a helyzet meg így marad, és még további munkavállalók lépnek át egy rejtett vállalkozási formába. Ugye az aláírás előtt azt is mondta Novák Katalin, hogy az aláíráskor, hogy konzultált Orbán Viktorral, illetve a kormánnyal, feltételezem, hogy önnel is, és hogy kapott egy ígéretet arra, hogy a részletszabályok kialakításakor megnyugtató válaszok fognak születni a jogosan felmerülő kérdésekre. Lehet tudni valamit a részletszabályokról? Nézze, egyik jogszabály vagy törvény sincs kőbevésve. Tehát ha az élet hoz olyan helyzeteket, amire a jogalkotó nem gondolt, akkor nyilván hozzá kell nyúlni a jogszabályhoz, erre eddig is készen álltunk. Számtalan példát tudnék mondani, amikor valamilyen korrekciót egy-egy jogszabály elfogadása után életbe kellett léptetni. Tehát ezt a kormány meg fogja tenni, ha ez szükséges lesz. De lehet olyan körülményt, ami miatt a katát mondjuk érdemes lenne korrigálni, vagy tehát azt, amit elfogadtak? Hát aki eddig problémát vetett föl, az vagy alapvetően a adórendszernek ezt a módosítását kérdőjelezte meg, ezzel nehéz mit kezdeni, mert a döntés megszületett. Másrészt pedig, amit láttam mondjuk a könyvelők, könyvvizsgálók részéről fölvetni, az kiderült, hogy nem volt valós, a kollégáim ezt megválaszolták. Tehát egyelőre nem látok olyan ügyet vagy problémát, ami miatt hozzá kéne ehhez nyúlni.